az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas. Ezzel az idézettel köszöntötte a diákokat, tanárokat, szülőket Ferencik György azon a nyílt napon, ahol a továbbtanulási lehetőségekről kaphattak tájékoztatót a helyi és a környező települések 8. tanulói. A kétnapos programon november 15-én és 16-án betekinthettek az iskola életébe az érintett diákok. A nyitott kapuk napja régi hagyománya az iskolának, hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvendő program. Aminek én nagyon örülök, hogy ilyenkor sokan látogatnak el hozzánk, nem csak a városban lévő általános iskolákból, hanem a környékről is, meg tudják ismerni iskolánk képzési kínálatát, és bízunk benne, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy hozzánk jöjjenek diáknak. Nagyon fontos dolog előtt álltok most. Életetekben most már egyre több ilyen esemény fog bekövetkezni, ugyanis döntéseket kell hoznotok. Minden egyes döntés, amit ezután fogtok hozni, az meghatározó lehet életutatokra, és ezek a döntések egyre súlyosabb döntések lesznek. Nem csak a saját életeteket fogja meghatározni, hanem mások számára is ez a döntés meghatározó és fontos lehet. A bevezető gondolatokra, az idézetre visszatérve, nagyon nem mindegy az, hogy ki milyen szakmát választ, milyen irányban akar tovább tanulni, mert ha örömmel tanulunk, olyan dolgot kell tanulnunk, amit bennünket érdekel, amit szeretünk, szeretnénk megismerni, azt örömmel fogjuk tanulni, és könnyű lesz a tanulás. Látjuk a sikerünk kibontakozását abban, hogyha valamit végzünk a két kezünkkel, ha valaki szakmát választ, olyan dolgot tud létrehozni, ami nem csak önmaga számára öröm, hanem mások számára is. Középiskolán kiváló lehetőségeket kínál a tudás megalapozására. Az itt tanultakkal felvértezve országszerte bármelyik felsőoktatási intézményben megállhatja a helyét minden itt végző diák, tudtuk meg Ferencik Györgytől, aki a bevezető után a képzési lehetőségekről tartott összefoglalót. Három fő szakirány jellemzi a középiskolánkat, a gimnáziumi, szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. A tájékoztatóban a tagintézmény vezető helyettes a választható szakmák hosszú sorát, valamint a képzési formák részleteit is ismertette. Én kívánom mindenkinek, hogy találjon meg a számítását a mi iskolánknak a képzési kínálatából. Érdemes azon is elgondolkozni, hogy itt a mi képzésünk, ez helyben van. Nem kell utazni napi több óra hosszát. Saját példámat vagy kollégáimnak is a példáit fel tudom hozni. Mi itt dolgozunk ebben az iskolában, nem más iskolába vittük a gyermekeinket, ide hoztuk. Then is a day of independence for our mansions and their descendants, the wicked of which are vast and dead. A folytatásban Gali Zoltán az informatikai képzésről tartott bemutatót, majd Varga Antal tájékoztatta a diákokat az iskolában zajló szakmai oktatásról. Néhány szóban az Árpád úti tanműhelyet is bemutatta a diákoknak. Ez egy akkora létesítmény, hogy Hajdú-Bihar megyében a legnagyobb képzőhely, 3200 négyzetméteres alapterületen minden szakma tanítására lehetőség van. Korszerűen felszerelt műhelyek, legkorszerűbb eszközökkel, a versenyszféra műhelyeit megszégyenítően, talán mondhatom így, olyan eszközállománnyal rendelkezünk. Oh,
Az iskola tanárai és diákjai az aulába is beköltöztettek néhány gépet, amivel látványosan bemutathatták szakmájuk fortéjait, szépségeit. Ez is ki van kurva, hát például van egy belső menet. Hát abban is tudsz belecsavarni valamit. Ugyan úgy, mint erre, csak ez viszont ez egy külső menet. Valamiért használtál már? Hát, ennyire könnyen rámegy, csak megnézed, nem is tudom. Forgács László a Perti telepi általános iskolából hozta el a végzős diákokat a programra. Nagyon jónak találja ezt a lehetőséget, hisz a tanulók könnyebben tudnak dönteni, ha közvetlen közelről látják, hogy milyen képzések közül választhatnak. Már 7. évvége fele napirendi program volt a továbbtanulás, mivel 7. évvégi jegyek beleszámíthatnak a felvételibe. Úgyhogy már mondtam nekik, hogy a nyári szünetben gondolkozzanak rajta, hogy ki vajon merre tervezi a jövőjét. Ugye elkezdődött a szeptember, most már folyamatosan mennek az óra, hogy jönnek hozzánk más iskolákból óra adók, és akkor tájékoztatják, hogy náluk milyen lehetőségek vannak. Voltunk szakmák éjszakáján, tavaszon, és most ugye vannak a nyílt napok. Úgyhogy a mai napon itt vagyunk, Peti telepi 8. A-s osztálya és a B-s osztálya. Megnézzük a lehetőségeket, tájékozódunk, órákra megyünk be. Az én segítségem ennyi, hogy én jövök velük, mutatom nekik, mik a lehetőségek, utána járunk interneten, meg amit én kapok anyagokat, és próbálom őket abba az irányba terelni, ami a érdeklődési körük, a tanulmányi átlagoknak megfelelő szak, továbbtanulás, pályaválasztás lehet. Az osztályom egyharmad már körülbelül tudja, hogy mi az a cél, amifelé ő szeretne tovább tanulni. A többiek még úgymond tapogatóznak, de szűkös a határidőnk, úgyhogy évvége, január elejére le kell tisztázódni mindenképpen, ki hova szeretne menni. Az iskola tornatermében a belügyi rendészeti képzéssel ismerkedhettek meg a 8-osok. Szabó László tanár egy érdekes bemutatóval készült bevezetni a tanulókat a rendészeti képzésbe. A légpuska lövészetet a diákok is kipróbálhatták, miután a biztonsági előírásokat meghallgatták. Hát az a megtiszteltetés ért engem, hogy a nyílt napokon, hát egy kis bemutató, illetve nem is bemutató, hanem a megjelentek részvételével, hát ízenítő gyújtsunkon például lehet itt az iskolában foglalkozni. Ilyen például a légpuska lövészet, amiről most tartott egy kis bemutatott két 12-es tanuló, aztán az itt jelenlévő közül bárki kipróbálhatja, megpróbálhatja, hogyan is működik és hogyan is kell egy légfegyverrel lőni. Azáltal, hogy az alkalmat nyitom, vagy csukom, azzal tudom, utána ezek után fogjuk ugye a lőszert a csőbe belehelyezni, körbanok egyet, majd a végül a sorvizsgén majd kérdez vissza, meg lehet nézni, van egy feje, meg van egy szoknyája. A szoknyája az alul mondták lyukas, a feje meg a detegedben van. Azért jó a Karasba járni, mert itt jól felkészült, szakmailag magas tudással rendelkező, és a munkájukat szerető pedagógusok vannak, akik megtesznek mindent azért, hogy a diákokat felkészítsék arra, hogy tovább tudjanak tanulni, a felnőtt életre olyan szakmákat tudnak kapni, amelyek piacképesek, és bízom benne, hogy ezzel meg tudják alapozni a jövőjüket is.
A helyi középiskolában a többszöri fenntartóváltás mellett is megőrizték az alapértékeket. Az intézmény sokrétű, színes és változatos szakmákkal és képzési lehetőségekkel várja az ide beiratkozókat. A nevelési-oktatási feladatokat szakmailag felkészült, munkájukat szerető és a diákokért mindent elkövető pedagógusok látják el. Ezért várják azokat a tanulókat, akik számára a tudás érték és örömmel lennének egy hagyományokat is őrző, ugyanakkor megújulásra is képes iskola diákjai, sokszínű iskolai közösségének tagjai.